us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Oh, just the two of us. Train of da 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 with you and you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Oh, just the two of us. Build a castle in the sky. De minden esetben te ügyes voltál. Ó, te is. Ez egy időgép. Asztal. Ha beütsz egy, ezért mondjuk 3254. De miért pont a jövő? December 16-a, akkor oda repít el benneteket. Valahogy a jövő nem vonz, viszont nagyon vonz a barokk korszak. De akkor annyira nem a gitározás, ott a lant játék, és az, ahhoz még sokat kéne tanulnom. Illetve nagyon vonz még a 18. század romantika. Az a csóró zenész archetípus. Az engem... Kérdezz meg, hogy akarja ezt a csórót? Mennyire akarod a csóró zenész? Vagy mi az, ami fontos neked, hogyha... nem tudom. Nat King Cole-lal találkozni. Ez nem tudom, hogy vagy benne. Tényleg, erre nem is gondoltam. Igen, most annyira a klasszikus zenével vagyok elfoglalva, hogy a jazzben nem is. Basszus, tényleg. De mehetünk bárhova. Miles Davis. Aha, visszamehetnénk. Igen, így a Amerika. Ott a blues születése, New Orleans. Az nagyon király benne, lenne. Ebben benne vagyok, hogyha gondolod. Jó, én is benne vagyok. Úgy megnéznék egy ilyen trombitás, tudod, amikor ott az utcán mindenki zenélt, és így ömlöttek ki az emberek, lóptak ki az utcán, és mindenki valamit így belejátszott a másikébe, és ez az életérzés, ez nagyon, nagyon vonz, én ezt nagyon megtapasztalnám, de már az most, hogy itt vagyunk, az, hogy csomó zenekar, és akkor mindenkivel így le lehet pacsizni, megbeszélni, ez most így nagyon, nagyon hiányzott ebben az elmúlt hát időszakban. Jó esik. Igen. Tehát, hogy egy kicsit most úgy érzem, hogy talán a környékén vagyunk, ez a New Orleans-i bohémság, de oda mindenképpen én nagyon szívesen visszamennék. Igen, én is. Ez az időgép, ez egy dátumot akar. Egy dátumot, várjál. Sok sikert. Oké. Jó, a jazz születése, Louis Armstrong elvileg azt hiszem 1901-ben született, de azt mondja magára, hogy 1900-ban azért, hogy egy idősnek mondja magát a jazzzel. Ezt olvastam, és most okosnak tűnök vele. Szóval, viszont én nem a kezdetekhez mennék vissza, hanem úgy a környékére. Például nagyon vonz már a 69-20-tok, de az már kevésbé a jazz, úgyhogy én egy ilyen 50-es éveket mondanék. 1950. Mit szólsz hozzá? Benne vagyok. Jó, akkor egy... Amúgy én annyira fiatal vagyok, hogy ilyet nem használtam. Kitekerjük. Igen. Ugye itt ez megakaszt. Aha. És visszamegy. 1900. És oda kell bedugni az ujjadat, ahányas számot akarsz. Igen. Aha. Nem tudom, nyár. Június. Jó döntés. Június legyen 4-e. Akkor a magyarok éppen buslakodtak Trianon miatt, még éppen fájósabbként ott élt. Hát még most is, de ha Amerikában vagyunk, akkor talán ott. Ott eltűnik ez a fájdalom. Igen. Oké, és találkoztok vele. Ott találkoztok vele. Már nem így vele, ja, itt a hanem ott vagytok New Orleansban, és találkoztok vele. Azt ja, az ideállal, akivel mindig is álmodtuk, hogy találkozunk. Hogy ez csak ott áll előttetek. Akkor változtatni. És megszólítjátok őt, és azt mondja, oké, jó, fiam, van egy percem. Kik vagytok? És ez alatt az egy perc alatt kéne eladni magatokat. Ó, eladni magatokat. Az igen. Hát vagy érted, hogy legalább hallgasson meg, yeah. Vagy tehát bármi. Hát ez a vele, ez lehet Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,
A lényeg, hogy akire gondolom, mit vagy mondjuk? Akire felnézel, hogy mit mondanál, aki a példaképed. Hát kérdeznék inkább. De hogyha azt mondja, hogy oké, csinálok egy haknét, vagy játszok veletek, és akkor mi? Hát én azt mondanám, hogy mi egy nagyon kreatív emberek vagyunk, akik a zenét nagyon szeretik, és szeretnénk a világra valami hatást gyakorolni. És szeretnénk azt elérni, hogy ne csak egy kis rétegnek szóljon az, amit csinálunk, hanem minél több embert megmozgassunk, és nem feltétlen azokat, akik a legjobb helyzetben vannak, hanem azok, akik nehézségben vannak, akik gyerekek, akik nem tudnak bejutni a színházakba, a koncerttermekbe, nem tudnak bejutni, azoknak szeretnénk valamit adni, és azokat szeretnénk aktivizálni, és megértetni velük, hogy a zene az igen az övék is, és nem választja el őket az, hogy ki tudják-e fizetni a tiketet, vagy sem. Szerintem ebben mind a ketten egyet tudunk érteni. Ez igen. Vagy hát ahogy Zsuzsit ismerem, ez így, nagyon jó, igen. Az elő is. Meg hogy felmerjük vállalni, ami bennünk van, akkor is, hogyha nem népszerű. De hogyha azt gondoljuk helyesnek, igaznak, akkor do it! Igen. És a művészetben, szóval, hogy kifejezni magunkat. Mert én nem, szóval abban tudom találni, hogy normálisan kifejezni magam, hogy mondjam. Igen. Hogy ami bennünk van, igen. Azt egy saját terápiás célnak is, igen, az is kiírni, és ezzel terápiát nyújtva azoknak, akik hasonló helyzetekben vannak. Igen.